Sziasztok! Ebben a videóban a 2023 tavaszi irodai informatikus mellékszakképesítés szöveg és táblázatkezelés feladatát fogom megoldani. Na hát ezt elég hosszú volt kimondani is. Körülbelül egy hete volt a vizsga, február 15-én, ha jól tudom. Én már ugye nem tanítok szakmai informatikát, ezért most jutott el hozzám ugye ez a feladatlap forrásokkal, és akkor csak most tudom megoldani. Korábbi években ugye már a vizsganapján estére azért próbáltam feltölteni ide valamit. A videó leírásához mellékelek majd egy linket. Ott elolvashatjátok, hogy végül is merre vagyok, most mit csinálgatok, mármint, hogy miért nem frissülnek annyira itt a videók, valamint a forrásokat is oda akarom majd feltölteni egy ilyen a honlapomra, mert hogyha így direktbe linkelem a felhőtárhelyemre, akkor valamiért a YouTube engem vegzál, tehát már küldtek figyelmeztetés, hogy ilyet ne csináljak, mert az egy ilyen gyanús link, hát pedig egyáltalán nem gyanús, egy teljesen valid felhőszolgáltatónak a linkje. Na mindegy is, úgyhogy majd nézzétek meg a videó leírását, és ott olvassátok el a bejegyzést. Na de nézzük is ezt a feladatot. Országos barlang van szó, ahogy látom, importálnunk kell. Van egy barlangadatok.csv-nk, ezt az A1-es cellától kezdve importáljuk be. A, a látogathatóság oszlopot hagyjuk ki, vagy töröljük, vagy mentjük barlangok néven. Én ezt a mentést már elkészítettem, tehát van egy üres táblám, barlangok névem. Nézzük is, hogyan tudunk akkor itt importálni. Hát erre több lehetőségünk van, hogyha nem CSV-nk lenne, hanem TXT-nk, akkor ha egyszerűen megnyitjuk a TXT-t az Excel-lel, akkor ő feldobja az import varázslót, és a szokásos módon mehetünk tovább. A másik, amikor itt az adatok, adatok beolvasása fájlból, szövegből, vagy CSV fájlból, ez a másik megoldás, akkor ő csatolja. Tehát nem beimportálja igazából, hanem csatolja ilyen adatforrásként azt a CSV-t. Én az ilyet nem szeretem, mert majd előrevetítve a word is lesz egy olyan, hogy oda meg ezt az Excel-t kell majd csatolnunk, úgyhogy ilyen Inception téma egy kicsit. Nem, nem tetszik. Helyette, ide beír, ha ide beírom azt, hogy importálás vagy import, akkor van itt egy ilyen adatok beolvasása a szövegfájlból, és előjön nekünk ugye a kis választóablakunk, kitallózom a, az adatforrásomat, és előjön nekem ez a varázsló. Ez a régi, ami a 2000-es Office óta talán benne van, ez a varázslónk, tagolt, Pontos veszővel, vagy valami más tagolóval el van választva. Az adatok fejléceket tartalmaznak, itt látszik is. Ha tovább megyünk, megmondom, hogy pontos veszővel van tagolva, akkor már szépen ő ezt értékeli is. Itt az utolsó ö, oszlopunk, ami majd nem kell. Mehetek tovább. Ki lehet választani, hogy ő egy szöveg, ezek pedig, hát általános, és ugye előrevetítem, hát én meg itt megcsináltam egyszer, de nekem akkor is feltűnt, hogy itt pontok vannak benne. Ugye mi egy olyan jó hely vagyunk, ahol egyedül tizedes veszőt használunk pont helyett, és ez a későbbiekben be fog nekünk zavarni, tehát én már itt, hogy az általános számértéket hogyan konvertálja át. Már itt megmondom, hogy a tizedes jelünk az itt nekünk pont. Ezzel meg tudom mondani, és így akkor ő ezeket már számként fogja nekünk beimportálni. Nem kell utá, utólag majd még itt kapkodnunk. Valamint itt a legutolsó oszlopnál megmondom, hogy őt hagyja ki. Ők is erre az ablakra gondolhattak egyébként, mert ugye itt van, hogy ezt hagyjuk ki, azt hagyjuk ki, töröljük, A1-es cellától jöjjön, és a többi, és a többi. Befejezés. Honnan? Hát létező munkalapra, hát én valami A1, de valóban elkattogtam az előbb, leokézom, és be is szúrta szépen. Látható, hogy ezek jók, a kategóriák. Ha nem állítottam volna be, hogy ez szöveg legyen, akkor ide berakott volna néhány helyre egy-két dátumot, annak érzékelte volna. Ö, valamint itt ezek nekem számok. Tehát működött ez a konvertálás, és nincs itt az utolsó értékem. Oké, barlangok néven el is van mentve helyezze át a cut-s oszlopát a védettség oszlop elé. Hol van ez? Kat oszlopot védettség oszlop elé. Na, nézzük, hogyan tudjuk ezt. Kivágom. Beillesztem. ah, nem, nem, nem tolja odébb. Jó, egy éve egyébként én sem megszereztem olyan komolyan, beszúrok egy új sort, akkor innen kivágom, és ide beillesztem. Így. Oké. Az első oszlopban alakítsunk ki egy sorszám oszlopot, és számozza a sorokat a minta szerint. Sorszám. Ez biztos. És nézzük meg a mintánkat. Ugye, hát sorszám egy, 2, 3, 4, és ugye 45-ig pont van a végén. Egy, hoppá, egy, kettő, három, és utána ugye ezeket, ha már lemásolom, akkor az Excel szépen felismeri az ilyen nevezetes sorozatokat, és oda pakolászza. Hát majd megformázzuk a végén, azt majd mondja szerintem, de ugye ez középre van igazítva, azért látszik. A C2F46 tartomány celláiban az értékek tizedes jegy nélküli számformátumban legyenek. Úgy van. Ezek úgy vannak. Ezzel ezt, hogy jól importáltuk be, megoldottuk. Hát lehet, hogy mivel ezt itt külön írták, ezért ők arra gondoltak, hogy itt még itt varázsolni kell majd valami adatkonvertáló függvényel, vagy stb. De hát mi ügyesen megoldottuk. Rendezze át az adatokat a barlangok hossza szerint csökkenően, azonos hosszúság esetén a barlangok vertikális kiterjedés szerint legyenek csökkenően rendezve. Tehát kétszintes rendezés kell. Először is rendezem hossz szerint csökkenőbe, majd rendezem vertikális kiterjedés szerint szintén csökkenőbe. Sorszám, oszlop az, az ne változzon. Hát akkor csak titeket foglak itt. Hol vagyunk? Rendezés. Hossz szerint csökkenőbe, berakunk egy új szintet, majd vertikális szerint csökkenőbe. Oké, ez szépen csökkenőben van, hol vannak egyforma, hosszú barlangok itt vannak, és azon belül szintén csökkenőben van. Úgyhogy ez is ez meg van oldva, és ugye itt a sorszám nem változott. Oké, okay. B50-es cellától kezdődően készítsen ismétlődés nélküli ABC sorba rendezett listát a G-oszlop település neveivel. B50 ide, ABC sorba rendezett listát, G-oszlop. Tehát innen válogassam ki a település neveket. Na, ez egy ilyen szűrés lesz, egy irányított szűrés. Ezt még régen, amikor érettségire készítettem fel, volt egy ilyen Zörgő Zoltán ö, feladatgyűjtemény, abban volt ilyen. Ott valami szőlő dűlőket kellett talán így kiválogatni, ez annyira megragad bennem, hogy azóta is tudom, hogy egy irányított szűrés kell. A lista tartományom, hogy mit akarok szűrni, őt akarom szűrni. Van egy szűrő tartományom, hát lehetne ugye ide, ide egy szűrő tartományt berakni, hogy kisebb, mint ennyi, egyenlő ezzel, vagy egy külön táblát, de hát most nincs ilyenem. Más helyre másolom, hova másolom őket ide a B50-re, és csak az egyedi rekordokat pakolja oda. És így ő le fogja nekem szűrni ezeket ide. És, és, és itt is van. Valamint ezt még rendezni kell ABC szerint. Így egyszerűen rendeztem. Jó. Tütődött rendezzük, megvan a C50-es cellától kezdődően számoljuk ki, hiba nélkül másolható képlettel, hogy a szomszéd cellában jelölt településen a táblázatban hány barlang szerepel. Tehát, itt van, hányszor fordul elő ebben a tartományban az, hogy Balaton, Ederics, és a többi, és a többi. Hát ugye ez egy, mivel tudunk számolni feltétellel, darabteli egyenlő, darabteli, kér egy tartományt, itt vagyunk, településeket számoljuk meg, és hogyan számoljuk meg, mi a kritériumunk, ez a B50, hát ő most itt a kigyűjtést rakja ide nekem, azt nem akarom, b 50 beírtam kézzel. De hogy ez másolható legyen, ugye ezeket nekem le kell védenem, ezeket a cellákat, G2, G46, hogy mindig ebben a táblában legyen. Bár ugye a G nem is lett volna muszáj, mint ahogy itt a B-t sem lenne muszáj, mert ugye vertikálisan jobbra-balra nem akarok én itt másolgatni, de én ezt így leszeretem védeni, és akkor ez egy másolható képlet lett. Lemásoljuk, azért lecsekkoljuk majd. Négy darab miskolci, Hát így jónak tűnik, hogy mintánk van. Mert az lenne a legjobb. Bóda szilvas 6. Van, a Miskolc 4. Jó, mondtam. Bóda szilvas. Igen, jó. Oké. Okay. Tehát ez a képlet jó és működik. Ö jó, igazítsa vízintesen középre az első sort, valamint az A és C oszlop mint a szerinti tartományait. Első sor, itt a teljes sort mondja, tehát pikk viszintesen, A, A oszlop, C oszlop. Hát az A oszlopban ez volt középen, arra emlékszem. Még, hopp, így. Hát vertikálisan lehet, hogy nem volt, mindegy. És A és C oszlopban, hogy volt? Itt a C oszlopom, szerintem ez is középen van. És ide még, igen, oda kell beállítanom egy darabot, darab mértékegységet, pont ki is van jelölve, jobb egérgom, cellaformázás egy egyéni kategóriát. Tehát lehetne ez a normál, de akkor maradunk ilyen nulla egész szám. És akkor beírom, hogy darab. Ugye idéző jelek közé. Ide nem szabad egyből szó közten nem, mert akkor az nem nagyon fog működni. Hanem idéző jelek. nyitok, szó darab. És majd le is zárom. Leokézom, és szépen oda betette. És ez a feladat ezzel készen is van, legalábbis az Excel. Ami itt nehézség volt, hát bele lehet bonyolódni ebbe az importálásba. Ezek a rendezés nem volt nehéz, csak oda kell figyelni, valamint ez a kiválogatós, ezt így tudni kell. Hát bár éppen lekopizhattad volna itt az egészet, Ctrl-C, Ctrl-V, kitörlöd, ami olyan, ami duplás, vagy háromszor, négyszer van, időigényesebb, nyilván jóval időigényesebb, de megoldható. Mivel nincs ö, pontozóm, ilyen ez javítókulcsom, ezért nem tudom, hogy jól csináltam-e. Szerintem jól megvan oldva. Ez is megvan oldva, oké, nem képlettel, nem tudom ők, hogy gondolták, hanem én már importálásnál ezeket megoldottam. Úgyhogy itt van benne. Igazából importáltam, tehát nem ö, csatoltam azt a CSV-t, hanem független tőle. Tehát ezt a barlangok x elvihetem, ha módosul a CSV, akkor ide nem kerülnek át a módosulások, módosítások. Na nézzük a következő, a vördös feladatot. Barlangnapló néven kell létrehozni, ezt én már szintén létrehoztam. A5-ös laptájolás fekvő, minden oldalsó margó legyen, 1,5 centi. Hát be bele lehet, hogy minden oldalsó, hogy az oldalma, oldalmargók legyenek, vagy akkor minden felső, felső alsó is. Hát legyen úgy, legyen minden margó. Most ezek ilyen elrendezés, először is méret. A5-ös benne van, de ha nincs benne, akkor ugye itt van a méret, be lehet egyéni beállítani, laptájolás, fekvő, valamint margóknál mindenhol beállítom az 1,5-öt. Hát bár ugye oldalsót mond, attól függ, hogy ezt most szivatásnak vesszük-e. Felső, alsó, oldalsó, hát végül is attól függ, hogy Na, ezek maradjanak. 2,5-ösök. Ha átcsúszunk másik oldalra, akkor biztos más máshogy gondolta. A minta pedig itt azért ez több, mint itt. Bár itt 1,5-nek tűnik felül, ahol elkezdődik az egész. Úgyhogy ez, ehhez is egy pontozási kellene. Bár hogyha nagyon belegondolunk, oldalsó, az az oldal. Akkor minden margó lettne. Jó, tehát ezen itt ugye el lehet vitatkozni, itt ugye az ország csücskében, hogy én ezt hogyan is érzékelem, vagy hogyan is értelmezem. Az oldaltartalmát függőlegesen igazítsuk középre, oldalbeállítás, elrendezés, függőleges igazítás középen van. Illeszünk be három soros, négy oszlopos táblát, beszúrás, táblázat, 3 sor, 4 oszlop, remélem, 3 sor, 4 oszlop, oszlopok szélességét a minta szerint 5,5 és 1,5-re, nézzünk rá a mintára, 5,5, 5,5, 5,5, 1,5, tehát az első 3 oszlopunk az 5,5-ös, az első 3 oszlopunk az 5,5-ös, hármas kótogok, 5,5, és ez az utolsó pedig 1,5. És akkor így, így jól is néz ki. Itt vagyunk még egyesítve, ahogy mondja, hol mondja tovább. Igen, vonj, az első két sor magassága 3,5, bocsánat, még előbb ezt. Sor magasság pontosan 3,5 cm legyen. Vonjuk össze a minta szerinti cellákat, és minden cellában a tartalom vízszintesen és függőlegesen is középre legyen. Akkor először is ezt kijelöltem mindent, elrendezés ide középe rá legyen, ezek itt össze vannak vonva, cellák egyesítése, és itt még, ugye mivel én ezt már megcsináltam, tehát nem hazudok ebben, hogy most hú, micsoda meglepetések vannak itt nekem, öh, én azt hittem, hogy az ide majd valahogy még egy táblát be kell szúrni, és akkor nem kell itt semmi egyesítés, de ez is itt egyesítve van, ez az alsó három. Így. Így. Tehát ők egyesítve vannak. És majd mindjárt megnézzük, hogy mit is akar ő. Számozzuk be a minta szerinti cellákat. Számjegyek mérete 48 pont legyen, színük pedig ez az RGB kódú szürke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bejelöljük 48 pontnak, nem tudom, mond e ő nem mond semmit, ami ilyen betű típus lenne, további színek egyéni, 123, vagy mi volt ez, 230 így egy ilyen szürkés és akkor ők olyanok lettek a jobb szélső cellában a minta szerinti szövegirányjal 24 pontos szövegmérettel készítsük el a nagybetűs feliratot majd ritkítsuk a szöveget 7 ponttal na is a mintánk barlang, napló hát akkor ide bepötyögjük azt, hogy barlang napló. Jó. El kellene forgatni. Elrendezés. Szövegirányt megfordítottam. Ha már itt vagyok, akkor látszik, hogy ugye elrontottam, mert csupa nagybetűvel kellett volna írnom. 24 pontosra megnövelem a méretét, és beállítok egy 7 pontos ritkítást bocsánat, a betűtípusnál van, térköz ritkított és hetes ponttal. Jó, hát az oda átcsúszott, de azért, mert itt még nincsen semmink. De így jól néz ki. Közben mentettem. Elnézést kérek. Az alsó sor összevont cellájában csatolja az első részben elkészített barlangok táblázatból a minta szerinti részleteket. Ügyeljen arra, hogy a csatolt táblázatban csak az ABC és G oszlopok megfelelő sorai jelenjenek meg. Hát ez egy elég ilyen szivatós rész. Én megmondom őszintén, hogy hát mert meg tudom csinálni, megcsináltam, meg is mutatom, hogy hogy, de nem, nem tudom, hogy ennek így miért értelme ennek a feladatnak azon kívül, hogy csináljunk bármit is. Na, hol is vagyunk? Közben átcsúsztunk ide, akkor lehetséges, akkor nem. Tökölünk mi itt a margókkal. Mindenhova beállítom én az 1,5-öt. Nem fogok én ebből problémát csinálni. Ha nekem valamelyik diák így állította volna be, Elfogadtam volna, mert én is így értem, és így valahogy ez ki is fog jönni jól. Nincsen pontozásom, tehát nincsen kitöltési útmutató, vagy mi az. Úgyhogy sajnos nem tudom leellenőrizni, hogy jól csinálom-e. Na de ez hogyan is lehetne? Hát ugye egyből nekiállhatnánk úgy, hogy több lehetőség van, csak gyorsan megmondom beszúrhatnánk ide egy objektumot, ami ugye kitallóznánk a fájlunkat, csatoljuk, és akkor ide megjelenítgetjük. Ez se lenne olyan tökéletes egyből. Akkor be tudnánk szúrni még, és ahogy én oldom ezt meg, ide jövök, és én már csinálom is akkor, hogy jó legyen. Hogyan is néz ez ki? A mintánkon. És akkor megmondom, hogy szerintem miért így jó. Láthatod, hogy itt csak négy oszlopod van. Sorszám, név, hossz, település. Sorszám, név, hossz, és ugye a település. Akkor ezekre igazából nincs is szükségünk, tehát ezeket elrejtem. Sorszám, név, hossz, település, és ebből is csak az első hat kell. Én ezt átmásolom, Másolás, és ide pedig beillesztem. De nem ám sima beillesztéssel, hanem van itt egy ilyen irányított beillesztés, ahol meg tudom mondani, hogy én csatolom, és egy ilyen Excel munkalap objektumot csatolok. És itt ő meg is mondja, hogy miket és hogyan, honnan csatolok. Ha leokézom, akkor ezt ő így ide szépen berakja, és hát szerintem ez így jó is. El van csúszva valami? Nem nagyon van. Hogy nagyobb lenne? Kicsit nagyobb ez. Hogy legalábbis úgy teszünk. Ide fér így. Ott már megint átmentünk egy másik oldalba. Így. Mert itt így, ez a hoznak a az oszlop vége, ez egy nagyon picit ott van, és itt is így itt van. Tehát ez valahogy így néz ki. És akkor ez egy ilyen ö, csatolt beillesztés, ezt ha elmentem, és itt bármilyen módosítást csinálok, egy ilyet, hogy név T, átírom, elmentem, itt ezt befrissítem, N név T, tehát ugye ő is megváltozik. Tehát van értelme ennek a csatolásnak, pont egy ilyen barlangnaplónál mondjuk nem látom értelmét ennek, hogy miért nem jó, én csak ide berakom, hogy ez a hat barlangom az, ez a hat barlang legyen, tehát ez tényleg csak azért van itt, hogy tudjunk ilyet is csinálni, úgyhogy fogadják csak el szépen a javító tanárok, hogyha valaki ezt így csinálta, ő már át is írta jól, tehát már meg is csinálta jól. Mert itt akárhogy máshogy próbálod, én megmondom őszintén, én nem nagyon találtam másik lehetőséget arra, hogy csak ezt a négy oszlopot jelenítsem meg. Tehát ide kellett nyúlnom, az Excelben kellett -e bele nyúlnom. Úgymond elrejtenem ezeket. Itt vannak, meg van itt minden, csak egyszerűen el kellett rejtenem, hogy itt így jelenjen meg. Tehát nem találtam olyan lehetőséget, hogy abból a csatolt táblából, csak ezt az oszlopot, meg azt az oszlopot csinálja. Még bevallom, olyan nagyon-nagyon nem is kerestem az interneten, de ez így, ez így szerintem működik. Egyébként, hogyha objektumként csatoljuk, akkor talán ugyanígy tud ez működni, hogyha itt elrejted az oszlopokat, és utána itt objektumként csatolod. De én valahogy mikor annó tanítottam, ezeket akkor én ezt a beillesztéses módszert, amikor csak X sort kellett. Mert az Excel is olyan, meg ez az egész Office is olyan, hogy egyszer így működik, egyszer úgy, akárki akármit mond. Jó. És ezzel szerintem készen is van mind a kettő feladatunk, az Excel feladatunk és a szövegszerkesztés feladatunk is, és úgy néz ki, mint a mintán. Igen, itt ez kicsit nagyobb. Felül ugye ez ugyanakkora, úgyhogy szerintem ezt így kellett megoldani. Az egyiket és a másikat. <coughs> Elnézést, az egyiket és a másikat. Úgyhogy ha így csináltátok, akkor szerintem kevés pontot veszítettetek. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!